A holokauszt emléknapot Tompa Z. Mihály, a Liszt Ferenc Művelődési Ház vezetője nyitotta meg. Kiemelte, hogy a holokauszt mellett Radnóti Miklósra is emlékeznek, hiszen a magyar irodalom kiemelkedő alakja 70 évvel ezelőtt halt meg. Az ő verseit az új 60-i iskolák diákjai szavalták el. Bolond, ki földbenagyban fölkér, és újra lép. Színyei András alpolgármester elmondta, hogy 60-ban is tragikus évnek számított 1944, amikor a 60-i zsidókat gettókba zárták, és később haláltáborokba szállították őket. Mindösszesen 56-an tértek vissza a városba. Véleménye szerint kötelességünk minden évben megemlékezni az áldozatokról. Büszke vagyok arra, hogy tagja lehettem 2000-ben a Magyarország gyűlésnek, amikor határozatot hoztunk a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapjáról, amely április 16-a az első magyarországi gettó létesítésének időpontja 1944. Ugyanezt a célt, a méltó megemlékezés szolgálja a 2014 holokauszt emlékéve, a magyar zsidóság deportálásának 70. évfordulója, melyen rendezvények megemlékezési sorozatával idézzük fel a vészkorszakot. Az emléknapon beszédet mondott Csernok János, a helyi honismereti kör vezetője, valamint Bürg Judit családkutató. A rendezvényen tiszteletét tette a holokauszt egyik túlélője, Révész Lajosné is.